Értesíteniük kell az adóhivatalt azoknak, akik legkevesebb 6 hónapot tartózkodnak külföldön. A vonatkozó jogszabály már megjelent a hivatalos közlönyben. Nem számít, hogy vendégmunkásként, kirándulóként vagy akár letelepedés céljából utazik valaki külföldre, az országos adóhivatal tudni akar róla. Az új jogszabály értelmében azok, akik több mint 183 napra mennek el külföldre, írásban kell jelezniük szándékukat az ANAF-nál, ezt távozásuk előtt 30 nappal kell megtegyék. Ez nagyon fontos az adózási helyszín megállapítása miatt, hiszen abban az országban, amelyben állandó lakhellyel rendelkeznek, ott kell kifizessék az összes hazai és külföldi jövedelmükből származó adót és illetéket. A kérdői FESZ munkaszerződést vagy más az adóhivatal számára fontos dokumentumokat is kell csatolni. Az iratcsomó elemzése során a hatóság úgy is dönthet, hogy a külföldön tartózkodás ellenére az adózási helyszín továbbra is Románia marad. A híradónknak nyilatkozó vendégmunkások szerint az intézkedés révén az adóhivatal mindössze saját pénzügyi érdekeit próbálja erősíteni. Nem értem, hogy miért van szükség erre, talán a külföldön keresett pénzeinket is megadóztatnák. Nem értem, nem vagyok napirenden az összes romániai törvénnyel, de ezt az intézkedést nem tartom helyén valónak. A hivatalos közlönyben már megjelent jogszabály egyelőre nem ír elő szankciókat arra az esetre, ha az érintett állampolgárok nem tartják be.